egész éves munkájukat mutatták be a Tisza Néptánc Egyesület tagjai. Egy-egy fellépés mögött komoly munka áll, de ezt a tagok cseppet sem bánják, élvezik a próbákat is. Először a lépéseket gyakoroljuk, utána azokból lesz egy folyamat, és utána a koreográfiát pedig nagy nehezen összerakjuk. A tagok közül többen énekkel, tánccal és citerajátékkal is bemutatkoztak. 4 évvel járok néptáncra, és fél évvel kezdtem a citerát, meg szintén fél évvel az éneket. A mai napon milyen produkciókkal érkeztél ide a Művészetek Házába? Citera, ének és néptánc. A Tisza Néptánc Egyesületben heti szinten folyik a munka, több szakcsoportban kipróbálhatják magukat a tagok. 4 tánccsoportunk van, a lepetje, ők a legkisebbek, aztán a motolla, a sedergő és a recepice csoportok, tehát őtőlük táncos produkciókat fognak majd látni. Emellett vannak énekcsoportjaink, énekkettőseink, aztán vannak citerások, vonós hangszeren tanulnak gyerekek, és tamburások is fognak föllépni ma. A Tisza Néptánc Egyesület közel 100 tagot számlál, és mindenki bemutatkozott azzal, amit megtanult.